Biztos, hogy beszélek együtt. Szerintem Beátra biztos barátom. De hát a nemzeti csárkány, amivel csapást fogunk mérni. Megéreckedik a bankok. A miniszterelnökünket fenyegető bankokra. És a miniszterelnökünk, igen, úgy őt fogjuk megvédeni, és akik a miniszterelnökön keresztül egész Magyarországot fenyegetik. Megnézzük, hogy ez a hegyes vége, ez vajon mekkora lyukat fog ütni, az ő palizsukon. Aztán meglátjuk, hogy ezzel a részével fogjuk-e szétbontani majd ezt a bankot. Én nagyon bízom benne, hogy a rendőrség, itt sokan mondták, hogy sorfalat fognak állni, de vajon miért állnának sorfalat? A bankok megfenyegették a miniszterelnököt, hogy elvágják a torkát. Ezzel azt mondták Magyarországnak, ha felléptek ellenünk, akkor támadást intézünk ellenetek. Hát én nem hiszem, hogy a magyar rendőrségnek az a dolga, hogy ezeket a bankokat mondani, hogy védjék. A törvényes rendet védik pont. A törvényes rend vajon az-e, hogy Magyarország miniszterelnökét megfenyegetjük torkellágással? Nyilván ebben lehet majd némi vita, lehet majd olyan, ami majd ott okoz némi meglepetést. Én nagyon bízom abban, hogy a rendőrség tudja, mit kell tennie. A rendőrség hagyja, hogy megtegyük, hiszen ez egy véleménynyilvánítás. Nyilvánítottuk már szépen, nyilvánítottuk hangosan, plakátokkal, de nem értik. Hát akkor most megmutatjuk azt, hogy mi bizony megmerjük tenni. És ez is egy véleménynyilvánítás. Mutatjuk azt is, hogy közérdekű bejelentés, hiszen arra hívjuk fel az emberek figyelmét, hogy vigyázzatok, mert ezek ki akarnak minket csinálni. És azt is mondhatnánk, hogy figyelemfelhívás a problémára, ehhez meg jogunk van. Ez egy erősebb jog, ez egy alaptörvényben rögzített jog, erősebb jog, mint a BTK vagy a PTK, tehát a rongálásnál vagy bármi egyébnél, és amennyiben kárt okozunk a bankoknak, akkor a bankok majd polgári peres úton nyújtsák be a számlát. Nincs ezzel olyan túl nagy probléma, ennek ez a rendje módja, hogy polgári peres úton elrendezzük a dolgot, de nem a rendőrség feladata, és én még azt sem tartom jogosnak, hogy engem elvigyenek onnan, sokan ettől féltenek, hogy elvisznek és bekasztisztanak, miért is tennék ezt? Hiszen nincs okuk rá, én igazolni fogom magam, nem fogok ellenállni a rendőri intézkedésnek, amíg befejeztem a véleménynyilvánításomat. Tehát ő nekik kutya kötelességük ezt nem csak úgy hagyni, hanem biztosítani. És hogyha oda jönne mondjuk egy biztonsági őr, akkor biztonsági őr kell elzavarni a francba, hiszen a Bóka Laci már jelentette és véleménynyilvánít. Nem arról szól a dolog, hogy randalírozunk, nem arról szól a dolog, hogy ott garázlálkodunk és csak úgy törünk, zúzunk. Mi ezt szóltunk, bejelentettük, jeleztük, hogy mi az igényünk, nem teljesítették, és mondjuk azt, hogy még önvédelem is benne van ebben a dologban, hiszen a támadást minden eszközzel kivéthetjük a törvények szerint, tehát ez ugye benne van a új PTK-ban vagy BTK-ban, nem tudom mi volt júliusban, ami változott. De hát, hogyha valaki rám támad, akkor nem kell az arányosság elvét sem szem előtt tartanom, hanem megvédhetem magam. Én most így védem meg magam, hogy a bankok, ráadásul a legnagyobb magyarországi bank, aki a legtöbb ember támadta már meg, azoknak a kirakatán megmutatom, hogy én nem félek. Úgyhogy valami ilyesmire számítok. Nyilván kedden, mondjuk 7 óra 15 perckor sokkal többet fogunk már erről a dologról tudni. Addig mindenki csak vitatkozik ezen, hogy mi fog történni, hány rendőr fog engem ott várni, vajon mikor fognak lekapcsolni, előtte vagy utána, vajon oda mernek-e rohanni a rendőrök, hiszen azért csak lesz nálam egy csákány és egy csomó embernél kalapács, bajta és féltégla a tömegben. Én nem javaslom egyébként, hogy meggondolatlanul szaladgáljanak össze-vissza, mint ahogy majd az embereknek sem javaslom ezt, hanem szépen kulturáltan tegyük meg. Ha meg be kell vinni, vagy bevisznek, akkor pedig sokan mondják, hogy ettől félek, de hogy félek? Hát én bízom bennetek, hogy ki fogtok hozni. Nagyon gyorsan. Van egy jogi út, és van a tömegnek egy ereje. Tehát rajtatok fog múlni. Ha szükségetek van rám, akkor kihoztok? Ha úgy jöttök vele, hogy ugyan már végre egy nagy szájú bekerül, és nincs vele gond, akkor gyerekek, akkor hagyjatok ott. Akkor olyan túl nagy probléma nem lesz ezzel. Holnap lenyírom a füvet otthon minden esetben, és gyakorlatilag, ha nem lesz túl sok eső és jó idő, akkor az idén már nagy baja nem lesz a kertnek, hogyha nem nyírom le. Tavaszra meg majd csak valahogy kiengednek, vagy majd a gyerekek megoldják. Úgyhogy rajtatok fog múlni a többi. Nem lehet eltántorítani most már ettől a dologtól, nagyon sokan megpróbáltak szép szóval meg mindenféle módon eltántorítani. Én azt gondolom, hogy leginkább arra hivatkoztak, mi lesz a családdal, mi lesz a mozgalommal. Hát csináljon meg más helyettem, ha ettől fél, akkor menjen oda, és zúzza be ő.
De ha nincs ilyen ember, aki megtegye, akkor én fogom megtenni, és ez már teljesen biztos. Jó, úgyhogy valami ilyesmi lesz ezzel a nemzeti színű csákánnyal. Ezt ugye nekem biztos. Baj, türelem. Tehát egyébként így visszatérve arra, hogy csak egy kicsit megnyugtassak mindenkit, hogy vajon a rendőrség nagyon el akar-e engem kaszálni. Ha nagyon el akart volna, akkor már ide jöttek volna. Tehát már a videóbejelentésre, vagy bármi egyébre. Megtehették volna ezt a plakátolásnál, amikor... El tudom képzelni a rendőrt, az irányából voltunk hallott. Kötik a fogadásba az egész. Szerintetek, Laci, mit csinál? Tehát abban én teljesen biztos vagyok, hogy elviszik rólam, tehát azért vagyunk olyan jóban is látják. Mert azt is tudják mindenki, hogy eddig minden úgy volt, ahogy megígértem. Tehát amikor azt mondtam, hogy balhé lesz, akkor balhé volt, amikor azt mondtam, hogy nem lesz balhé, akkor nem kellett félniük attól, hogy balhé lesz. Most megmondtam, hogy meg lesz, de egyébként ezt nem érhetett senkit váratlanul, hiszen a plakátolásoknál ezt mi bejelentettük, hogy melyik volt az utolsó előtti figyelmeztetés, melyik volt az utolsó figyelmeztetés. És hát akkor most meg kell előbb fényelni. Hát, de hívott a Kásper is. A Haza nem aladó mozgalom ma délután ülésezik, és az egyik napi rendi pontjuk az, hogy hogy álljanak a keddi akciómhoz. Csak egyetlen forinttal is bebizonyosodik, hogy a bank OTP átért egyetlen egy ügyfelet is, akkor ez megállja a helyét, és akkor én nem garázdolgottam vagy rongáló, hanem az, aki végre tényleg elmondta, hogy ez oda nem menjen több emberbe, mert ez a bank, ez csalt, hazudott, és a többi. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen megállja ez a helyét. Hát kérdés, hogy a gabászok ehhez úgy szólnak hozzá. Köszönöm, hogy bejelent. És hogyha így van, persze, hát nem fogják könnyen adni. Ha a rendőrség ott mondjuk engem előtte felszólított, hogy hagyjam abba, akkor én azt fogom mondani, hogy akkor most fogják meg egymást, bilincsbe vigyék el, mert közéletű bejelentőt megfenyegették azzal, hogy le fognak tartóztatni. Hát ugye akkor ez a közérdekű bejelentő megfenyegetése bűncselekmény állna már is fönt. Tehát ugye én ott most közérdekűen bejelentettem, hogy ez a bank ez becsapta. Sőt, ez a bank nem csak becsapta az emberek, hanem el akarja vágni a tiszterelnökünk torkát. Ez legyen a fő cím. Mondta ezt Léka Janikó, ugye ott van a videón, és hát sem nem cáfolták azóta, mert nem is tudják, mert ugye vágatlanul van fönt ez a videó felvétel. És egyébként meg tudtuk úgy is, eddig is, hogy bizony a kormányunkat és az országgyűlést a bankok tartják sokban. Igen. Csak most végre már ki kéne állnunk egymásért.